Ismét több ezer ember tüntetett Tiranában az albán kormány ellen. A tömeg Tirana fő sugár útjára vonult, később pedig mindenféle tárgyakkal dobálta a kivezényelt rendőröket. A kormánynak helytadó épület főbejáratánál a tüntetőknek sikerült átjutniuk a rendőr kordonon, azzal azonban nem próbálkoztak, hogy bejussanak az épületbe. Tüntetők már hónapok óta szeretnék elérni a baloldali miniszterelnök Edi Rama távozását, mert a kormányfőt és a kormányt korrupcióval vádolják, illetve azzal, hogy a hatalmon lévők együttműködnek szervezett bűnözői csoportokkal. A tüntetők, ahogy korábban már többször is, újra előrehozott választásokat követeltek.